Bálint, törheted őket szét. AFK-ztam. Törjem őket szét, mert... Ja, azokat! Péter, megmondtam, hogy a házépítő vágyaidat ne ítéld ki. Mert ronda házakat építesz. Abból ti oldodjál meg. Tessék. Tudom, hogy csalogassalak oda, hogy felvedd őket. Balint! Kapd el! Új! Isteni jeledel. Ennyi volt. Te gripusra nyomtad volna, mi? Találtam kint egy tojást. Találtam a gatyámban két tojást. Te mocskos, add ide a pipi husi. Na van 29 kiégetett izény. Ja, csinálok menteni kardot is magamnak. Nem, rögtön még egyet, mert van pénzem kardra. Péter, van pénzed kardra? Van. 178 forint. Mind kardra. Hova költözzünk? Javaslom, el a búspicsába. A hegy oldal az nekem is tetszik, mint ötlet, de azért... A homokból csak nem kéne. Ezt elkezdjük bontani, az szétesik. Az is igaz. Való igaz, Péter. Keresünk egy hegyoldalt. Azt fel tudod te venni, vagy... Várjál meg... Abban még éget szépen, úgyhogy azt mondom. Hagyjuk itt. Azt mondod? Majd egyszer visszajövünk, milyen jó lesz. Jó van. Várjál, csinálok neki egy táblát is. Ez vicces lesz. Ajándék a jövőbeni Péternek, mi? Csináltam fölöslegesen egy workbench-et, nem mindegy. Nem baj. Olyan összetörhetem. Jó, hogy ez már egyből hármat ad. Van pénzünk táblára. Törheted. Na, elalszunk. Jó, még dolgozgatok. Nem, de szar az idő. Szép legyen. Pedig este is szokatták. Pélet van. Dikma. Kész. Ingyé, tégla. Ideg belagoltam. Ingyé, tégla. Ingyé, tégla. És ezt most 50 méterenként kirakod? Na, felőlem megcsináljuk. Vagyok olyan barom. Jó, annyi. Kifogytam táblákból. Gyét égle a faluban. Na mehetünk, keresünk egy oldalt. Egy ilyen domb is jó, vagy egy ilyen kisebb völgyben, mint a Néztelen kalandokban. Az egy nagyon szexi ház. Volt. Vélemény?
Mivel kapcsolatban? Hogy hova építsünk házat. Nézzek egy koordinátát, hogy hol vagyunk. Jó, esetleg vissza akarnám nézni, akkor itt vagyunk. Jó van, én is megnézem magamnak. Bari. Barom. Arcu. Bálint. Tessék, ott egy hegy oldal, látod milyen szépen. Nehén! Na egyébként ide öltöz, vagy mi azt költözhetünk ide, ide szépen. Na, vélemény? Nem tudom, olyan bezárt. Miért konkrétan a belsejébe? De ez a terület, ez mert tetszik onnan nekem. Mert fölépítjük magunkat, hogy pont ezt mondjuk a második emelet, ami pont szintbe lesz ott. De ez nem is a rossz ötlet. Nem. Nem mond hülyeséget ez a Bálint. Tetszik ez a annyira. Vidék. Úgy, de nagyon jó ötletem van, ha esetleg ez olyan, amire gondolok. Itt is van agyag egyébként. Mi lenne, hogyha... Gyere át velem. Ne szedd már fel, légy szíves. Nincs helyem, de gyere. Vajon ideér, ideért, jó. Na, igen? Mondja az ötletedet, Péter. Valami kommandot ír most, nem? Nem. Csak elbambultam. Na, ide. Hogyha itt van ez a folyó, és ebből ilyen kis szigetet csinálnánk itt. Hát ami van ez a folyó, így körbevezetnénk. Mondjuk itt így visszakanyarodna, és akkor itt így visszajönne ide. És akkor lehetne egy ilyen valamilyen kis szigetet. Ne csináljunk szigetet, de viszont fátlanítsuk ezt a szigetet. Ahhoz mit szólsz? Csak először csináljunk itt a közepén egy csesztet. Lesz. Miért fátlanítsuk? Ez most nem nyúlunk hozzá, ez jó lesz így. De. Akkor csináljad. Csak csinálok egy izét, egy csesztet. Elkezdem ide építeni az alapot, vagy nem tudom, miből legyen a ház. Aj, ich weiß es nicht. Meg ezt itt ki kéne egyenesíteni. Van dörtöd? Van pénzem dörtne. Amúgy nincs. És vegyél valahol. Jó. De mik ezek a kis laggok, csikák? Nem tudom, nekem nincs. Olykor így egy pillanatra. Érdekes. Van 8 darab dörtöm. Érdekele. Hát. Én is szedek éppen. Egyébként ott én egy szigetet fogok csinálni részben magamnak, és az az enyém lesz, és ahhoz majd nem fogsz hozzányúlni, ha azt mondom. Hogy beszélsz? Csinálok ott rajta valami. Ezt a kis magaslatot innen eltüntessem. Kis mezőt. Vagy. Mit? Ezt a magaslatot itt. Nem tudom, melyikre gondolsz. Hol vagy? Menj újjá hozzá, csak fátlaníts ki. Jó. Ja, hozzad a dörtöd, aztán fejezd be. Miből épüljön a ház? Dörtből. Jó. Hozzá már workbench-et is. Gyere ide, légy szíves. Hát mondjuk jó, hogy én megyek el a ház helyéről. Csak majd én leraktam mindent a chestbe, meg ilyenek. Most.
Ugye milyen kis tornyot építettem magamnak. Nagyon tetteni fog neked. Ez a sziget lesz a farm sziget, ezt már tudom. Kőkerítés, hogy kell csinálni? Oké, köszi. Igazán nincs mit. Annyi helyen van még. Ó, még videózhatunk. Ez a szerver akár működhet úgy is, hogy egymás nélkül is videózhatunk rajta amúgy? Nem. Tehát mondjuk úgy döntök, hogy hát én építök egy házat, nem érdekel, hogy Péter nincs itt. Hát ha már közös sorozat, akkor nem. Jó. Még jó lenne. Lenne egy közös ilyen kis mapunk, érted? És csak a map lenne közös. Meg mondjuk rengetegszer közösen videózunk, de amúgy néhányszor külön is. Nagyon rossz ötlet? Döntsék el a nézők a komment szekcióban. Nekem tetszene. Mi a véleményed? Tele vagyunk kocerotokkal. Csinálok már egy kőásót. De vagy tizek. Szerintem ezek a kis lagok azok, hogy mindig ugye pár 4 GB-onként felvágja a Frapsa file-t, mert most olyan ráállítottam. Csináltam 18 ásót. Hogyha kell, akkor szóljál. Jó. Minek csináltál annyit? Hát megkiásom ezt az egész részt itt. Ja? Jó. Milyen részt ásol ki? Én vadászok egy kicsit. Hallom. Hogy vadászol te? Tehénre vadászok. Egyébként az a szerver még meddig a miénk? 18 nap. Még mindig? Az jó. Na majd megint lesz kedvezni, majd megint meghosszabbítjuk. Meg hogy került jövő. Kérdés. Na fánk lesz sok, kell faszolj. Faszolj. Tudtam, hogy le fogod lőni. Hatalmas poén. Segíthetsz egyébként ásni? Nem segítek. Csinálok neked vödröt, hogy tud mibe vinni a vizet. Mennyi vödröt csináljak? Mit tudom én.
Hát ez szép. Rázolok kettőt. Az üres ödrök stekkelődnek. Tessék. Van settingem, almám, mindenem. Tani settingem, ha, nincs itt Máté gyémánt, attól tovább adászni. Mert hogyha ő itt lenne, fú, hirtelen mennyi gyémánt lenne. Ő elmegy hírózni, és hirtelen teremget is sok gyémánt. Na, egész pontos voltam. Mert pont elhasználod ott a ások fele? Nem, hanem pont oda lyukadtam ki, ahova akartam. Ja. És elhasználod ott már az ások fele? Dehogy is, még van vagy 13. Már 5 ásót elhasználtál? Olyasmi. Szép. Voltam, geci. Baszogat itt ez a pókita. Geci. Na látod, itt van egy ilyen magas lesz, látod? Hát az ott jól néz ki, nem? Mutasd. Ide állítsunk egy ilyen bástyát, az lesz az őrtorony. Jó. Tetszik az ötlet? Csak tudjad megépíteni. Hát én ahhoz szar vagyok. Úgyhogy most ezt az egészet kilapítom, tehát ezt úgy, ahogy van tolásom. Ennek a helyén lesz ugyebár. Ja, vagy építsünk erre a szigetre egy ilyen erőszerűséget, aminek a belsője egy farm. Jó, vádna vagyok. Ilyen szép kőből legyen, vagy cobblestone-ból jó szerintem lesz? Szerintem cobblestone. Jó. Na jó, van, lesz itt még munka. Bőven. A letelepedés, Péter. Most egyáltalán nem laggol a szerveri kettőnkkel. Vagy lehet, hogy ezt a részt inkább szándékosan kisen másom. Hogy nézne az úgy ki? Szia, tehén. Ahogy döntesz, Péter. A színpadat ilyen? Ilyen. Itt jönne ez a kis vízecske. És itt így bemenne csak így simán a cucc alá. Ez nem is néz ki rosszul. Megvan a bástya helye. Adtál vödröt? Adtál kettőt, adtam. De jó. Tessék, kapsz egy jól elhasznált ásót. Használd el valamire. Köszönöm, ez egy nagyon egyébként két vödör az nagyon kevés. De nem kell hát több. Hát ennyit tudtam nyújtani. Meg kell még? Kéne, de nem kell. Mert most arra ne pazaroljunk fölöslegesen vasat. Örömmel csinálok, ha kell. Csinálok még kettőt, egy fene. Van pénzünk vödörre. Amúgy már nem, már csak 9 vasunk van.
Tessék a két oda. Mögötted vannak. Jó, 5 literes vödröket csináltam. Tudom, hogy azt szereted, ha 5 litert folyhat. A közeledben. Egészen pontosan a... a vacsájnádban. Trip to my house.